Jövő héten érettségi, az elmúlt két évvel ellentétben idén már nem csak írásban, hanem szóban is számot adnak tudásukról a tanulók. Készülnek a vakációra, nem vette el a kedvét a külföldi utazásoktól a megyei nyaralóknak a gazdasági válság és háború. Együttműködés, az Eötvös József gyakorló általános iskola és gimnázium is csatlakozott a Honvéd kadét programhoz. Három 9%-os nyugdíj emelés lesz július elejétől, és a megelőző 6 hónapra vonatkozó emelést július elején egy összegben kapják a nyugdíjasok, jelentette be a csütörtöki kormány infón Gulyás Gergely. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Ezzel a jegybank által elismert 8,9%-os inflációt kompenzálják, tette hozzá a miniszterelnökséget vezető miniszter. Jövő héttől megkezdődnek az érettségi vizsgák a középiskolákban. Az elmúlt két évvel ellentétben idén már nem csak írásban, hanem szóban is számot adnak tudásukról a tanulók. Ebben az évben már a ballagások lebonyolítását sem akadályozzák a járványintézkedések. Búcsúzó jó kívánság olvasható a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium aulájának lett falán. Az iskola ünnepi díszbe öltözött a végzős diákok tiszteletére. A negyedikesek számára idén két ballagást is szervezett az intézmény. Csütörtökön tartották azt az ünnepséget, amelyen az alsóbb évfolyamosok búcsúztatták a végzősöket. Sorfalak között vonulhattak a búcsúzó tanulók, akik aztán ünnepélyes keretek között a leendő negyedikeseknek adták át az iskola zászlaját. Kovács István intézményvezető helyettes azt mondta, örömteli, hogy újra ünnepi körítése van a ballagásnak. Ilyenre legutóbb 3 évvel ezelőtt volt példa. A Szent Imre gimnáziumban a végzős diákok elsősorban és először az itt maradt diákoktól köszönnek, elétve a tanároiktól, ezt egy farmer nadrágos ballagás keretében teszik, ahol ugyanúgy végigvonulnak az iskolán énekelve, elbúcsúznak az iskolától, a gyerekektől, akik sorfalat állnak számukra, ezzel is kifejezve azt a tiszteletet, amit a 12-es végzős diákok iránt éreznek. És amikor az iskolából is kivonul, kint az udvaron egy zászló átadással, köszöntő beszédekkel, illetve szerenáddal zárul ez a farmer nadrágos ballagás, illetve a következő nap, tehát másnap pedig egy ünnepélyes keretek között a szülők jelenlétével, a fenntartó támogatásával a ünnepélyes ballagást is meg tudjuk tartani a végzős diákoknak. A leköszönő tanulóknak azonban legfontosabb feladataik még hátra vannak. Jövő héten kezdődnek ugyanis az érettségi vizsgák. A koronavírus járvány miatt tavaly és tavaly előtt szóbeli számonkérést nem szerveztek, idén azonban visszaáll az eredeti vizsgarend. Végre elmondhatom nagy örömmel, hogy hagyományos módon tudunk idén érettségi vizsgákat szervezni. A diákok nagy örömére, illetve hát a pedagógusok is örömmel állnak elfelé a feladat felé. Tehát nem csak írásbeli, hanem szóbeli vizsgákat is meg tudjuk tartani, úgy, ahogy ugye a Covid járvány előtt. Idén iskolánkból 124 diák jelentkezett érettségi vizsgákra, ennek körülbelül az egyharmada azon diákok, akik most előrehozott érettségi vizsgát tesznek. A Covid járvány helyzetében kialakult ugye az a gyakorlat, hogy a középszintű testnevelés gyakorlati vizsgát azt meg lehet csinálni a szóbeli vizsgák előtt. Ennek örülünk, ugyanis ez megkönnyíti a szóbeli vizsgák megszervezését, tehát ezzel a lehetőséggel mi is élünk idén. Hétfőn a magyar írásbeli vizsgákkal kezdődik az érettségi, ezt követően kedden matematikából, szerdán történelemből, a hét utolsó két napján pedig idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a végzős tanulók. A szóbeli vizsgákat június első felében tartják. Nem vette el a kedvét a külföldi utazásoktól a megyei nyaralóknak a gazdasági válság és a háború. Elsősorban a tengerpartokat és az európai nagyvárosokat keresik az utazni vágyók. Érdemes időben lefoglalni a szállásokat, mert emelkedő árakat jósolnak az utazási irodák. Az orosz-ukrán háború kitörése óta folyamatosan érkeznek a menekültek a megyei határátkelőkön. A katonai konfliktus 2-3 hétre ugyan megtorpantotta a magyarok külföldi utazási kedvét, de ma már újra sokan keresik ezeket a lehetőségeket. Hogy ki milyen úti célt választ, az nagyon szezonfüggő. Tavasszal, bár a tengerpartokon jó idő van, ilyenkor inkább a hosszú hétvégés vagy 2-3 napos városlátogatások a népszerűek. Ebben a tekintetben
Párizs és Barcelona és a horvát városok a legkeresettebbek a nyíregyháziak körében. Érdemes azonban gondolni a nyaralásra is, egyes elemzések szerint ugyanis nagy mértékben fognak drágulni a nemzetközi repülőjegy árak. Jelenleg körülbelül 10%-kal drágábbak, mint tavaly. A nyári úti célok közül 2022-ben is Ciprus az egyik legkiemelkedőbb, de a horvát, a görög és a török tengerpartokra is sok magyar készül. Pihenősebb úti célok közül idén nyáron is nagyon-nagyon kedvelt és nagyon dübörög a török Riviera, illetve továbbra is az all-inclusive ellátások közül Egyiptom, és idén nálunk, legalábbis a mi irodánkra, ez nagyon jellemző, hogy bekerült a képbe Dél-Ciprus, tehát a görög oldal, szintén gyönyörű all-inclusive szállodák közül válogatnak az utasok, úgyhogy ez, akik pihenősebb nyaralást szeretnének, tehát nekik szoktuk javasolni az all-inclusive, nagyon jó tengerparti elhelyezkedésű szállodákat. Akik egy kicsit szeretnének úgymond többet kirándulgatni, vagy egy robogót bérelni, azok pedig a görög és spanyol úti célok között választhatnak, vagy válogatnak. Ugye ezen belül is azért nagyon sok lehetőség van. Görög szigetek, van rengeteg sziget, spanyol szigetek szintén van, ugye a spanyol szárazföld. Ezeket az úti célokat azonban már nem csak pihenés céljából keresik fel. Egyre népszerűbb az a trend, hogy a házasodni vágyók külföldi szertartást választanak, ahová a NASZ nép is elkíséri a párt. Akik nem itthon mondják ki a boldogító igent, vagy ha itthon ki is mondják, de azért külföldön egy szertartást rendeznek, és pár fényképeleig kibélik az ottani fotósokat. Ebből a szempontból inkább szeretik az olyan úti célokat az utasok, ahol fehér homokos a tengerpart, tehát hogy mégiscsak meglegyen az a feeling, ahol gyönyörű kék háttérre lehet képeket csinálni, ugye a tengernek a színe ilyenkor sokkal kékebbnek tűnik egy fehér tengerparton, úgyhogy ilyen szempontból például Ciprus Európán belül nagyon kedvelt, a Kanári-szigetek, tehát ott is található, bár nem teljesen fehér homokos, de nagyon-nagyon szép tengerpart. Nálunk ez a kettő, de szoktak menni azért külföldre, inkább a téli szezonban a Maldív-szigetekre az utasok, akik szintén esküvőt szeretnének, és így egybe kötik a kellemest a hasznossal, mert ugye a nászutat is gyönyörű környezetben töltik el. Akár esküvő, akár nyaralás miatt utazik valaki külföldre, a foglalás előtt érdemes tájékozódni. Vannak olyan országok, ahol a Covid-járvány miatt továbbra is csak friss, negatív PCR-teszttel lehet beutazni. A háborús helyzet pedig a biztosítási feltételeket írhatja át egyes desztinációkban. Újabb nyíregyházi iskola csatlakozott a Honvéd Kadét programhoz. A következő tanévtől már az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium is beépíti középiskolai tanrendjébe a honvédelmi nevelést. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében az Eötvös már a 7. intézmény, amely csatlakozott a programhoz a 2017-es indulás óta. Hitelesített együttműködés. A nyíregyházi Eötvös iskola igazgatója, a nyíregyházi egyetem rektora, mint az iskola fenntartójának képviselője, és a második vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred parancsnoka írt alá szerdán együttműködési megállapodást. A szeptembertől induló tanévben az iskola leendő 9-esei és 8-osztályos gimnazistái vehetnek részt a Honvéd Kadét programban. Ennek keretében igény szerint heti 2-3 órában tanulják majd a honvédelmi alapismereteket az érdeklődő diákok, de részt vehetnek majd különböző versenyekben is. Komáromi István, az intézmény vezetője elmondta, korábban is volt már kapcsolódási pont a honvédelemmel. A Honvéd kollégium, a Vitéz Miklós Kálmán Honvéd kollégium az elmúlt évben alakult, megjött létre itt a Nyíregyházi Egyetem kampuszán, és ez is erősítette ezt a szándékunkat, hogy egyrészt magát a programot népszerűsítsük a középiskolásaink körében, aminek eredményeként mondom, van olyan honvéd kollégista, aki nálunk, velünk van tanulói jogviszonyban, nálunk végzi a középiskolát, és itt a honvéd kollégiumi programban is részt vesz. És aztán született egy olyan elképzelés, egy szándéknyilatkozatban rögzítve, hogy akkor intézményesen is kapcsolódjunk be a honvédelmi nevelés területén, a Honvéd Kadét programon keresztül, annak különböző szintjein ebbe a folyamatba, amiben már mondom, én intézményvezetőként is nagy fantáziát látok, sok lehetőséget. A Magyar Honvédség Nyíregyházi Területvédelmi Ezredének parancsnoka azt mondta, a Honvéd Kadét program 2017-es indulása óta nagyon sok fiatalhoz tudták közelebb hozni a katonai pályát.
Bantal Zsolt hangsúlyozta, a cél az, hogy élményszerűen adják át a honvédelem felépítéséről és feladatairól szóló ismereteket. Az itt szervezett programokban betekintést kaphatnak a katonai élet rejtelmeibe, illetve részt tudnak venni olyan eseményeken, programokon, amelyek által olyan ismeretekhez juthatnak, amellyel bővítik saját tudásukat a honvédelem ügyéről, a magyar honvédség szerepéről és a társadalomban betöltött szerepéről. Az Eötvös József gyakorló általános iskola és gimnázium Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 7., az országban pedig a 108., amely csatlakozott a Honvéd Kadét programhoz. Összesen 189 civil szervezet nyújtott be sikeres pályázatot a falusi és a városi civil alaphoz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből az elmúlt pályázati ciklusban. A falusi civil szervezetek összesen 439 millió forint, a városi civilek pedig 244 millió forint támogatásban részesülnek. A falusi civil alapnál harmadik, a városi civil alapnál pedig második alkalommal pályázhattak a miniszterelnökség által biztosított forrásokra. A falusi szervezetek 1-től 7 millió forintig terjedő támogatásokat igényelhettek, amelyek közül 1439 nyertest hirdettek országszerte. A városi civil alapra idén 8-szoros túljelentkezés mellett összesen 1003 pályázó nyert támogatást. Közel 10 milliárd forint, 5 milliárd a falvak, 5 milliárd a városok esetén került szétosztásra. Ezeket falusi és városi civil szervezetek tudták megpályázni, és tudnak ebből gépjárműt beszerezni, ingatlant vásárolni és felújítani, rendezvényt szervezni, vagy egyéb eszközbeszerzést lefolytatni, amely azért nagyon fontos, mert ezáltal ezek a civil szervezetek erősödnek, a helyi jelenlétük, az a közösségi tevékenység, akár egy bázissal, akár egy helyjel, akár egy hasznos eszközzel, akár egy olyan rendezvényen, ami a helyi közösséget megerősíti, a helyi identitást, a helyi közösség számára fontos. Tudjuk, hogy a polgárőröktől, a tűzoltókig, az iskola alapítványoktól, kulturális szervezeteik milyen széleskörű és mennyire fontos tevékenységet végeznek a civil szervezetek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a közösségek megyéje, hangsúlyozta Kis András a nyertes pályázatokkal kapcsolatos sajtótájékoztatón. A megyéből összesen 189 szervezet nyújtott be sikeres pályázatot. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében falusi civil alap keretében 121 szervezet, 439 millió forintra pályázott sikerrel, tehát ennyi nyertes pályázat érkezett be Szabolcs megyéből, míg a városi civil alap esetén 68 szervezet 244 millió forint támogatásban részesült, köszönet Magyarország kormányának. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil közösségi szolgáltató központ fő célja, hogy egyfajta híd szerepet töltsön be a civilek és a különböző kezelőszervek között. Ki mit tudott szervezett a Nyíregyházi Egyetem és a Tanítsunk Magyarországért program az egyetem hátrányos helyzetű mentorált diákjai számára. A mentor program célja, hogy az egyetemisták az elméleti képzés mellett gyakorlatban is hasznosítsák a tudásukat, és ezzel segítsék a diákokat a továbbtanulásban. A Ki mit tud zsűrije színpadi produkciókat és rajzokat várt a rendezvényre. Közismert dallamokkal érkezett Vasmegyerről Horváth István a Nyíregyházi Egyetemre, ahol az egyetem és a Tanítsunk Magyarországért program oktatói közösen szerveztek Ki mit tudott a mentor program diákjainak. Szeretnék zenetanár lenni. Mi járunk Nagyhalászba, zenekarba. A Tomsis Urok Alapfogó Művészeti Zenekar tagja vagyok. Hát és így nem tudom még a jövőmet körülbelül. A program egyik fő célja, hogy az egyetem diákjai egy mentorprogram keretén belül segítsék a hátrányos helyzetű diákok továbbtanulását. Voltak, akik labdával, mások verssel vagy épp tánccal érkeztek a megmérettetésre. De nem csak a diákok, hanem a mentorok számára is kihívást jelent a programban való részvétel. Aki mentor szeretne lenni, a Tanítsunk Magyarországért programba kell jelentkeznie. Ennek a programnak az első állomása az,
hogy egy alapozó fél évet fog teljesíteni az illető. Az alapozó fél évben olyan tudományos tantárgyakat tanul, mint pszichológia, társadalomtudomány, szociálpedagógia, és ha úgy érzi, hogy van mégis affinitása, hogy gyakorlatban is kipróbálja magát, akkor a megyének több iskolájába gyakorlati helyként mi ki fogjuk őt közvetíteni. Ott már élesben 7. illetve 8. osztályos hallgatókkal fog mentoráltként foglalkozni. A hátrányos helyzetű gyerekekkel a mentorok heti rendszerességgel tartják a kapcsolatot, ami átlagosan egy fél év alatt minimum 40 óra foglalkozást jelent. A mentorok ezért ösztöndíjban részesülnek. A mentorált diákokat az adott iskolák pedagógusai választják ki, miután felvették az egyetemmel a kapcsolatot és bekapcsolódtak a programba. Ez volt az első Ki mit tud, amit a mentorált tanulóknak szerveztek színpadi és rajz kategóriában. Vereséget szenvedett Pakson a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A már biztos bemaradó kék cápák az NB1 A csoport rájátszásának utolsó előtti fordulójában 77-53-ra kaptak ki az atomerőmű esétől. Pető Ákos együttese szombaton 18 órai kezdett el hazai pályán, a Zalaegerszeg ellen zárja a bajnokságot. Két győzelem és egy vereség az Aqua Esse vízilabdázóinak mérlege a legutóbbi bajnoki fordulóban. A gyermek és a serdülő csapat nyerte a Hódmezővásárhely ellen, az ifjúságiak viszont vereséget szenvedtek riválisuktól. A tervek szerint ősszel már felnőtt csapatot is indít az egyesület az OB2-ben. Az Aqua Esse három korosztályának képviselői szálltak medencébe az országos vízilabdabajnokság legutóbbi fordulójában. A keleti csoport alsóházának meccsein a nyíregyháziak a Hódmezővásárhely ellen játszottak, és a három meccsből kettő hazai győzelemmel zárult. A gyermekkorcsoportban 15-2-re, a serdülőknél 12-5-re nyert a házigazda, az ifiknél viszont a vendégek örülhettek 19-6-os sikerüknek. A gyerekmérkőzésén azt gondolom, hogy papírforma volt. Jól is játszottak a srácok, és már az elejétől kezdve domináltunk. A serdülőmesnél viszont nem volt annyira papírforma, úgyhogy meg is lettek a srácok, hogy ennyire beleálltak a mérkőzésbe. Most az előző fordulóban már megmutatták azt, hogy igenis képesek olyan játékra, hogy győzelmet érdemeljenek, és szerencsére most is beigazolódott, hogy most is képesek rá. A serdülő csapat 5-5-ös fél idő után nyert 12-5-re. A szakember egyaránt örült a második játék részben lőtt 7 gólnak, és a kapott gól nélkül lehozott utolsó két negyednek. A vízilabda az egy csapatsport, és igazából mindkettőnek örülök, hiszen a kapustól kezdve a centerig mindenki kiveszi a részét a győzelemből. Az, hogy így sikerült kijönnünk a szünetből, a félidőből, az nagyon szuper, és erre lehet építeni. Mint az egyesület elnöke elmondta, nagyszerű körülmények között tudnak dolgozni, és a sportágat népszerűsítő programoknak köszönhetően sokan szeretnének vízilabdázni. A tervek szerint ősszel már felnőtt csapata is lesz az Aqua Esének. Nyíregyházán új lökést adott nekünk ez az új létesítmény, ami azt jelenti, hogy a toborzásunk sokkal könnyebbé vált azzal, hogy benn vagyunk a városközpontban, sokkal több gyerek és szülő talál még minket, és ezáltal sokkal nagyobb bázisból tudunk meríteni olyan tehetséges gyerekeket, akik úszástudással rendelkeznek, és a vízilabdát választják, vagy túlmenően, hogyha azt nézzük, hogy az úszás oktatással is foglalkozunk, és onnan építjük fel a rendszert a nulláról. Az IFI bajnokságot befejezően mi utánpótlás nevelésben gondolkodva nem terveztük, hogy most felnőtt csapatot indítunk, de egy pár perccel ezelőtt kiöregedett IFI játékosok nyíregyháziként említették és kérték a segítségemet abban, hogy OB2-es csapatot szervezzünk, és jövő szeptembertől indítsuk el. Most ennek a szervezése, ennek apropóján elkezdődött, reméljük, hogy a nyíregyházi tehetségekből, akik már kinőtték ezt az ifjúsági korosztályt, lesz rá lehetőségünk OB2-ben indítani ebbe a sportuszadában az Aqua Sportegyesületen keresztül csapatot. A három korosztály együttesei a jövő hét végén Balatonfűzfőn a balatoni vízilabdaklub csapatai ellen szállnak majd medencébe. A bajnokság június 5-én ér majd véget. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Jövő héttől megkezdődnek az érettségi vizsgák a középiskolákban. Az elmúlt két évvel ellentétben idén már nem csak írásban, hanem szóban is számot adnak tudásukról a tanulók. Ebben az évben már a ballagások lebonyolítását sem akadályozzák a járványintézkedések. Csütörtökön a Szent Imre Katolikus Gimnáziumban búcsúztatták el a végzős diákokat az iskola alsóbb évfolyamosai, pénteken pedig a szülők részvételével is megrendezik az ünnepélyes eseményt.
Nem vette el a kedvét a külföldi utazásoktól a megyei nyaralóknak a gazdasági válság és háború. Elsősorban a tengerpartokat és az európai nagyvárosokat keresik az utazni vágyók. Érdemes időben lefoglalni a szállásokat, mert emelkedő árakat jósolnak az utazási irodák. Újabb nyíregyházi iskola csatlakozott a Honvéd Kadét programhoz, a következő tanévtől már az Eötvös József gyakorló általános iskola és gimnázium is beépíti középiskolai tanrendjébe a honvédelmi nevelést. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az Eötvös már a 7. intézmény, amely csatlakozott a programhoz a 2017-es indulás óta. Április 28-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön mindjárt az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Éjjel többnyire derült, van gyengén felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul. Pénteken gomoly felhős, napos idő lesz a jellemző, jelentéktelen záporok keleten alakulhatnak ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható.